és remélem, hogy nem a komoly, hanem az érdekes jelző fog lesz illeszthető az eladáshoz, hiszen most nem az a mi vágyunk, hogy nagyon-nagyon komoly dolgokról beszéljünk, hanem az a vágyunk, hogy kicsit megértsük azt, hogy mi is történik velünk itt a környezetünkben, hiszen egy identitástáborban vagyunk. Ahhoz, hogy a helyzetet elemezzem, jó volna egy kis információ arról, hogy ki honnan jött. Megkérdezem azt, hogy ki jött Magyarországról, tartsa fel a kezét. 2, 4, 6, 8, 10, kb. 15, tehát kb. A egyharmada a társaságban. Ki jött kisebbségi léthelyzetből, de tömbből. Tehát ott, ahol a magyarok helyben tömbben vannak. Hát ez körülbelül, nem, te Magyarországra jöttél. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor körülbelül szintén egy harmada a társaságnak. A következő harmad pedig olyan helyzetből jött, ahol a kisebbségben mi magyarok kisebbségben vagy pedig szórványban vagyunk. Van valaki, aki szórványból jött? Hát egyet látok, kettőt látok, több. Te nem vagy szórvány. Magyar tanítva nem szórvány. Tehát akkor ugye három léphelyzetből jöttünk. Kérdem azt, hogy mi a három között a különbség? Valaki el tudná mondani, tehát otthon valaki megkérdezi, hogy mégis mi a különbség a három léphelyzet között? Van erre valakinek egy frappáns, vagy pedig akár egy kicsivel kifejtőbb válasza? Én Sütő Andrással adnám meg a választ. Ugye Sütő András a magyar nemzet egyik legnagyobb írója volt, sajnos már nincs közöttünk, kb. 10 éve meghalt. Az a Sütő András, akinek 1990-ben a Fekete Március vásárhelyi vérengzések során a szemét kiverték és fél szemére vak lett, az a Sütő András, aki megírta azt a könyvet, amit szerintem nagyon sokan ismernek, aminek az a címe, hogy engedjétek hozzám jönni a szavakat. Ez egy sikoly. Ez egy sikoly. Valakinek a jaj kiáltása, hogy a szavai, az anyanyelve veszélybe van. Az a nagy különbség a magyarországi és a nem magyarországi emberek között, mindannyian magyarok vagyunk, hogy a magyarországiaknak a nyelvét védi az állam. Garantált. Alkotmányos tétel. Az, aki kisebbségből jött, de tömbből, arra azt szoktam mondani, hogy az ő anyanyelvét nem az állam védi, hanem a helyzet. Hiszen aki Sekszentgyörgyről jött, ugye többen vagyunk Sekszentgyörgy, mert én is odavaló vagyok, ott a madár is magyarul fütyöl, tehát akkor nem kell félni attól, hogy a magyar nyelv ott elsorvad. De ha ránézek Tündére és megkérdezem, hogy mikor próbáltam még utoljára, hogy bement egy üzletbe és magyarul szólalt meg. Meg se próbálja. Tetszik érteni? Szorványban nem tudom, hogy velem szemben ki van. Amiről én most beszélni kívánok, az a birtokba védele a körülöttünk lévő térnek. A tér birtokba védele. Mi akkor vagyunk otthon, ha, ugye Tamási Áron szavaival, biztos, hogy mindannyian ismeritek, ha otthon vagyunk benne. Ha nem tudjuk birtokba venni a teret, nem vagyunk otthon, mert nem a miénk. Ha azt mondja Tünde, hogy ő otthon nem szólal meg nyilvános téren, vagy pedig üzletben magyarul, akkor igazából mennyire övé a tér? A tér a miénk lehet a szimbólumok révén. Szimbólumaink révén, hogy kiteszünk különböző emléktáblákat. Hogy Károly Róbert itt volt Magyarország királya, Temesváromban Károly Róbert szobor. Hogy
Mátyás itt volt a, nem Hunyadi Mátyás, hanem Hunyadi János, itt volt a Temesvár kapitány. Ez mind a tér birtokba vételét szolgálja, hogy megmutassuk, hogy vagyunk. Tehát ez nem önmagáért van, mi nem azért tesszük ki az emlékjeleket a különböző telkre, mert úgy gondoljuk, hogy nekünk a többiekkel bajunk van. Mi nem valaki ellen tesszük ki az emlékjeleinket, hanem azért, hogy lássák, hogy mi is oda tartozunk. Hogy az, aki nem tud rólunk semmit, az vegye tudomásul, hogy abba a városba, abba a régióba, abba a térségbe a történelem során mi is beleépítettük a miénket. Mi is hozzájárultunk. Tehát ezt a teret birtokba kell venni. Az utóbbi időben ennek a birtokba vételnek van egy olyan jelenség sorozata, amely a mai eladásom címének az egyik része, a fesztivál jelenség. Fesztivál jelenség. Szerintem mindannyian hallottatok róla, hogy tele vagyunk fesztiválokkal, itt kimentünk az út szélére, és itt is az volt, hogy dátum nem volt kitéve, de hogy a hétvégén ugye fesztiválon. Hát ez fesztivál. Ami lesz, ide fognak jönni jeles emberek, megnézik azt, hogy itt mi történik Nagyobronga, hogyan építkezik ez a közösség. Ez a helyi közösségnek egy ünnepe. Ez fesztivál. Az erdélyi fesztivál mozgalom kiinduló pontja, na, kicsoda, Sepsi Szent György. Az első erdélyi fesztivált Szent Györgyön tartották 1990 április-májusában, akkor, amikor még ébredezett a mi világunk, akkor, amikor még egyáltalán nem voltunk tudatosan, nem jártuk tudatosan az életutunkat, közösségi utunkat. Ez a mindmáig az erdélyi magyar fesztivál mozgalomnak az egyik legnagyobb, vagy párban a legnagyobb rendezvénye. 8 napig szokott tartani, 8 nap alatt kb. 50-60 ezer embert mozgat meg, és a költségvetése 450 ezer euró körülbelül. Tehát ez el lehet képzelni, hogy ez idő alatt kb. 400 rendezvény van 8 nap alatt. Gyakorlatilag mindenki megmozdul, mindenki kint van az utcán, mindenki valamilyen módon részt vesz a közösség ünneplésében. Birtokba veszi a teret, és jól érzi magát. Mert csak ez lett a célunk, hogy valahol otthon legyünk. Ez lett a célunk. A második erdélyi kulcsrendezvény sokkal később, 2010-ben indult, Tündére nézek, mert ő biztos abban a pillanatban mondja, ez a kolozsvári magyar napok. Ez a második kiemelt jelentőségi rendezvénye az erdélyi magyarságnak, és tiszta véletlenül szintén évi 50 ezer embert mozgat meg, szintén kb. 400 ezer euró a költségvetési tétele, és szintén kb. 400 programot biztosít, ahol Józsiék több alkalommal jelen voltak, és nagyon örültünk ennek. Van egy hatalmas különbség a kettő között. Ha valaki mondaná például Krisztina, akkor nagyon örülnék, hogy mi a kettő között a különbség. Hát az egyiknek már tradíciója van, hagyománya van, és már beépült az embereknek, beépült már a közösségben, mint például a Szent György napok. Kolozsvári magyar napok, más területeket is megmozgat, nem csak a Kovászna megyei embereket, mint például a Sepsi Szent György napok. Ez így igaz. Kolozsvár egész Erdélyt megmozgatja, és ahogy adnak a településeket, hogy erre tetszik gondolni. Én most pillanatilag nem erre gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy a Szent György napokat az önkormányzat szervezi. Ami azt jelenti, hogy a hatóság egy ugyanakkora volumenű rendezvényt, viszont Kolozsváron a Kincses Kolozsvár Egyesület. Húha! Tessék elképzelni, hogy egy egyesület felnő arra a szakmai, arra a pénzügyi, arra a szervezői potenciára, hogy képes legyen egy ekkora rendezvényt megmozgatni. Ez egy döbbenetes dolog. Amikor ugye mi civilkedünk, akkor sokan legyintenek, hogy ó, a civil munka az nem, de hogy nem. Vegyük észre, hogy a civilek ott
ahol mi kisebbségben vagyunk. Itt értem, hogy határon túli magyarok, de nem többségben mi Sápsiszentgyörgyön, hanem kisebbségben, mint Kolozsváron vagy Temesváron, ott a civilek azok, akik ezt a szerepet át tudják venni. És ez egy döbbenetes dolog. Amit Krisztina mondott, hogy Kolozsvár és Szentgyörgy között mi a különbség, valóban az, hogy Kolozsváron, de ugyanígy Szatmár németében... Kolozsvárnak és Sápsiszentgyörgynek az önkormányzatát is, mert nem biztos, hogy Kolozsvár önkormányzat elvállalna ezt az, szó sincs róla. Sőt, éppen hogy megtűri, de erről mindjárt beszélni fog, de a nagy különbség a kettő között még az, hogy Kolozsvár hazahívja erre az ünnepre az elszármazottakat. Tehát a Kolozsváron abból a 400 ezer emberből, akik, vagyis a 60 ezer emberből, akik megfordulnak, több ezer, nem tudjuk pontosan, de akár 10 ezer ember az, aki erre az időpontra jön haza. Éppen Józsiékat vártam 2 évvel ezelőtt, hogy jöjjenek a kolozsvári magyar napokra. Ott témfergek én is a rengeteg ilyen, hát külön volt Boros utca, külön volt ilyen sátorúzda, ott voltak a Laci konyhák körül ott témfergettem, és egy kolléganőmet, akivel valamikor együtt dolgoztam, ott találom. És hát Ilonka, te mit csinálsz itt? Kijöttem a barátaimmal megünnepelni a születésnapomat. Tetszik érteni? Hogy a magyar napok az valaminek a kerete is lehet. Családi ünnepnek a kerete lehet. Tehát akkor, ha azt mondom, hogy vegyük birtokba a tereinket, akkor azt mondom, hogy ennek a birtokba vételnek az alapvető kérdése, hogy meg tudjuk-e találni a kereteit. Ezért nagyon fontos a fesztivál mozgalom. Hihetetlen sok fesztivál van, a magyar napoktól kezdve a régi zenefesztiválig, az Untold Fesztivál, ugye a DJ-k elektronikus zenéjétől kezdve a régi zenefesztiválig, a néptánc típusú rendezvényektől, a különböző hagyományos foglalkozásokat bemutató fesztiválig, rengeteg van. Én most nyilván, hogy tanáremberként szeretek így játszani, kérdezősködjek, és szerinted kb. Hány fesztivál van Erdélyben? Köszönöm szépen, biztos, hogy jó válasz. Hasonló? Valaki mond valamit? Mondja egy számot, 100 és 1000 között. Tessék? A szentgyörgyi kolléganőt kérdezem. Sok van, hát mi falunapok, mind. Az is ide tartozik, mind? Minden falunapok, nem tudom. 500. Sok. Na, nagyon jó. Az már, ott van az a kiadvány, amit kiadtunk a fesztivál jelenségről. Mindenkinek szeretettel ajánljuk, hogy ott ajándékba vigyen abból a könyvből. Ezt a könyvet másfél évvel ezelőtt adtuk ki. 500 fesztiválnak vannak benne az adatai, és tudjuk róla, hogy körülbelül a fesztiválok felét tudtuk feltérképezni. Tehát mi azt mondjuk, hogy Erdélyben több mint 1000 fesztivál van, ami azt jelenti, hogy hihetetlen ereje van a helyi közösségeknek. Tehát fantasztikusan jól tudják az erőiket összpontosítani. Például az, hogy fesztiválja van Kolozsvárnak, az, hogy fesztiválja van Sepsiszentgyörgynek, az érthető. De fesztiválja van Resicának, Resica bányának. A Resica bánya, ez az a település, amire mi sajnos azt szoktuk mondani, hogy a nyelvhatár átlépett fölöttük. A Resica bányán él még összesen, lehet, hogy 1000, lehet, hogy 1500 magyar. Van egy magyar református pap, hihetetlenül sokat dolgozik, egy megyeszai nevezetű úriember. Van egy katolikus pap, aki lehet, hogy sokat dolgozik, de igazából az ő figyelme megoszlik a magyarok, németek, bolgárok és még más katolikusok között. De igazából az úr, aki pár évig ennek a rendezvénynek a tagja volt, a Platánusz Egyesület nevében, szerintem többen találkozhattak vele Zsombón meg máshol. Na, ezek az idén már nem volt erejük megszervezni. A képviselők ide se tudott már eljönni, egyszerűen azt mondta, hogy neki már nincs forrása. Tehát eljutunk oda, amikor a közösség annyira elapad,
hogy sajnos demográfiai értelemben múlt időben kell róluk beszélni. Viszont nagy szememben ez az másik érdekes példa, ahol soha nem volt korábban erős magyar közösség, akkor, amikor Nagyszeben Európa kulturális fővárosa volt, akkor megszorították a magyarok képviseletét, hogy valamit a kulturális főváros okán utassanak be, létrejött egy híd nevezett egyesület, és az a híd egyesület évekig egy szebeni magyar napokat tartott, most pedig van egy szebeni fesztivál is, két fesztivált működtetnek a szebeniek, amelyekre itt felírtam, az utolsó fesztiválon 2000 ember vett részt. Szebennek a teljes magyarsága, mert kb. 2000 magyar van nagy Szebenben. Tehát itt vannak azok a jelenségek, amelyekről mi azt mondjuk, hogy igenis lehet változtatni, és igenis kell változtatni. Nagyon röviden egy picit a fesztivál történelemről, mert ugye mi azt mondjuk, hogy fesztivál, akkor valami nagy dologra gondolunk. Nagyon gyenge a szakirodalma ennek a kérdéskörnek. A legelső nagy fesztiválként Bayreuth, a Wagner fesztivál tartják számon, 1876, tehát ez az a, ugye Wagner, a nagy német zeneköltő, ő volt az, aki a németség akkor, ugye 1800-as évek végén jött létre Nagy Németország, egyesült az ország, és ő a nagy német léleknek a kifejezője, egy picit a zsidók ellen is megszólal, úgyhogy a Bayreuth, tehát Wagnert zsidó zenészek nem szoktak játszani. Ez volt az első fesztivál. A velencei az 1894, Salzburg a Festspiele 1920, és kapjuk össze magunkat, Szegede 1930-tól van a szabadtéri fesztivál, tehát végül is ott vagyunk az elején. Budapesten 1936-tól van múzeumok fesztiválja, tehát elég jól vagyunk képviselve ezen a téren. De a Magyar Rádió 1965-ben ugye a könnyűzenei fesztivált, néhányan még emlékszünk rá, hogy milyen fontos volt az életünkben. Utána a Tázdal Fesztivál, a Paul Beat Fesztivál és a többi. Na, és így eljutunk, hogy például a Csíkszeredában 1980-tól van a régi zenefesztivál. Ez azért izgalmas, mert Csíkszeredának nincs szimfonikus zenekara. Egy kicsi város, 40 ezer lakosú város, de van régi zenefesztiválja, ahol néhány zeneszerető tanárember összeszokott jönni. Na most akkor... mit tartoznak ide? Ugye beszéltünk. A különböző napok, városnapok, falunapok, emléknapok, emlékhetek. Egyház ünnep. A búcsú. A csíksomlyói búcsú a magyarság legnagyobb fesztiválja. A csíksomlyói búcsúra, ha nincs időjárás miatt semmilyen akadály, akkor szinte 1 millió ember összegyűl ott a nyerekben és hallgatja. Én azt mondom, hogy akkora élmény, olyan katartikus a hatása a csíksomlyói búcsúnak, hogy én azt mondom, hogy minden ember, minden magyar ember jusson el egyszerre életében oda, mert olyan gazdagsággal tud távozni onnan, ami egy életre meghatározó lehet. Az advent, a farsang is ide tartozik. A különböző vásár, kirakodó vásár, termékvásár, kiállítás, sok adalom. A különböző kulturális ünnepélyek, népünnepélyek, közművelési ünnepélyek, de a mulatságok is ide tartoznak, szórakozások, világos szórakozni is akarunk, miért szórakoznánk. A különböző sportok, ugye a János mondta a vágtál, hát igen, ide tartozik például a vágtál. Előző futamunk, igen. A különböző futamok, az is fesztivál jellegű. A különböző tömegrendezvények, kavalkák, parádé, csődület, forgata, meg minden. Például Marozsás előtt nem messze van egy hőlégballon fesztivál. Hatalmas hőlégballonokat hoznak oda, és akkor az is egy érdekes élmény. Akkor a kisebbségi léthelyzetben
engedjétek meg, hogy ezt azért csak mondjam el, mert mi is a mi viszonyunk, hova tartozásunk? Ez a bizonyos identitástábor, hogyan épül fel a mi identitásunk? Az egyén valamilyen csoporthoz tartozik. Ez a csoporthoz való tartozás, ez valamilyen módon magunkba építendő. Ez nem egy olyan dolog, hogy nekem kijelenti Frici, hogy mi összetartozunk, de hogyha közöttünk nincs semmi, ami rezonálna, akkor nem tartozunk össze. De mivel tartozhatunk össze? Származás, nyelv, hiedelem, szokás, kultúra. Na ezeket az elemeket, hát ezt csináljuk itt, nem? Ez a tábor ezeket az elemeket építi fel bennünk. Na de ezen túl lehet ideológiai, mentalitás és habituális, tehát hogy hogyan viselkedem, az is ide tartozik ebbe a folyamatba. Tehát akkor végül is egy közösség, szocializációs háttere, egyfajta közösségi diszpozíciója az, amire mi ilyenkor odafigyelünk. És akkor néhány dolgot az anyanyelvről. Megkérdezték tőlem, hogy szorvány. Hogy végül is mi a szorvány? Mi a különbség a szorvány, és ugye én is azzal kezdtem, hogy megkérdeztem ki, hogy milyen közösségben él. Mi a különbség a szorvány és a általában a kisebbség, illetve az anyanemzet között? A szorványban jelen van az igazodási kényszer. Azt kérdeztem Tündétől, hogy meg mikor szólalt meg magyarul. Igazodási kényszer. Tehát én, amikor szorványban élek, mindig az első kérdés az, hogy mire számíthatok a másik oldalon. Milyen reakció? Mert itt én közölhetek neki magyarul, legjobb esetben oda se figyel. De lehet, hogy azt mondja, hogy hülye vagy, hát mit beszélsz nekem, hotentottál. Tehát a szorvány az egy igazodási kényszer. Persze a kisebbségi léthelyzet sokkal struktúráltabb. Ugye Szent Györgyön tömbhelyzetet, aki nem magyarul beszél, az nem igazán tudjuk, hogy miért magyarként miért nem magyarul beszél. Ilyen is van sajnos. Tessék? Találkoztunk egy kívülja a Voltosnak a magyar nevét, szólok hozzám magyarul, néztem, hogy mit akarok tőle. Míg a neve könnyen magyarul. Megpróbálom magyarul szólni. Így van. Így van. Váradon, amikor jöttünk ide, bementünk a váradi üzletbe, és ott ugyanaz volt. Ki volt írva, hogy Zojva a neve, vagy a LY-nal, és megszólaltam magyarul, illetve románul is, és magyarul is, és szó sem volt, ahol reagált volna rá. Ma már mozgalom van Erdélyben, az Igen Tessék mozgalom, amely pontosan arról szól, hogy mindenki, aki magyar, vagy magyarul tud, vagy magyarul hajlandó kommunikálni, ezt jelezze a közösség számára, hogy az otthonlét tudatunk erősödjön. Hogy tudjuk, hogy igen, itt is itthon tudunk lenni. Tehát akkor ez az igazodási kényszer, ez egy folyamatos kihívás jelent. Hiszen egyrészt nekem mind a két nyelvet ismernem kell. A többség nyelvét is, és a magam nyelvét is tudnom kell. És sajnos eljuthatunk abba a helyzetbe, hogy a többség nyelve, mivel az a általános emberi kommunikáció nyelve, az dominánsá válik, és az anyanyelven válik másodikká, másodlagossá, és akkor nekem meg kell harcolnom az anyanyelvemért. Meg kell harcolnom azért, hogy anyanyelve mindazt el tudjam mondani, amit az államnyelvén el tudom mondani, mert az államnyelvén hivatalból, munkahelyi vagy más kényszerből, mert ugye dolgozni kell, valahol meg kell élni, akkor pedig azt tudom. Tehát a kisebbség, a szorványhelyzet folyamatos kihívás és folyamatos válaszadás arra a kérdésre, hogy igen, vállalod ezt a dolgot, vagy nem vállalod. Ezért van az, hogy Temesváron sajnos a magyar gyerekeknek 73%-a román iskolába jár. Csak 27% jár magyar iskolába, mert a 27% vállalja azt, hogy én igenis ezt a kihívást, ezt a többlet feladatot, ami azzal jár, hogy magyar maradok, ezt igenis felvállalom. Ezt szoktam mondani,
hogy szorványban a magyarnak kapaszkodnia kell az anyanyelvébe. Ez a nagy különbség a magyar állampolgárok, a töm és a szorvány között. Szorványban én kapaszkodom az anyanyelvembe. Ilyen táborok révén kaphatjuk meg azokat a belső erőket, azokat a feltöltődéseket, amelyek révén ez a kapaszkodás jó. Ugyanakkor a fesztiválok egy olyan funkciót is teljesítenek, nézem az órát, hogy ne lépjem túl, mert azt mondtam, kb. 40 percig beszélek, és utána akkor kérdések, hogyha vannak, akkor örömmel és szívesen, ha képes leszek rá. Tehát mi is a funkciója ennek? Ha mi kisebbségben vagyunk, akkor mindig jelen van a többség-kisebbség rivalizáció, olykor harc. A rivalizáció az szinte azt mondjuk, hogy természetes, de ha harc, akkor az van, hogy ugye Kolozsvárnak volt egy fura ura, egy funár nevezetű polgármester, aki egyszerűen magyar gyűlölő volt, ezt ki kell mondani, és ő mindent megtett azért, hogy a magyarokat közösségileg megalázza. Megint temesvári példát hozok, ugyanis mielőtt néhányan Temesvárra nem kezdtünk helytörténettel foglalkozni, és nem mutattuk ki, hogy Temesvár ma azért magyar város, mert a Temesvár főépítésze akkor, amikor a mai belvárost kialakították, magyar volt. Székely László 1902-ben lett Temesvár főépítésze, és 1920-ig gyakorlatilag a mai város ma kialakult, kb. 40 palotát tervezett meg, és építettek fel az ő tervei szerint, de az egész belső város struktúrát ő alakította ki. Székely Lászlóról 20 évvel ezelőtt egy nyom se, egy jel sem volt, senki nem tudta, a magyarok sem, hogy ki volt Székely László. Azóta szerencsére Székely Lászlóról megjelent egy kisebb album, utána megjelent egy reprezentatív album, utána megjelent emléktábla, utána megvan a szobor, és ma már a román polgármester is azzal szokta, meg szokta említeni, a román polgármester, hogy igen, a magyaroknak köszönjük Székely Lászlót. De ebben benne van 20 év munkája. Tehát akkor az ilyen fesztiválok arról is szólnak, hogy én hogy tudom magamat megmutatni a többségnek. Hogy a többség vegye tudomásul, hogy mi ott vagyunk, értéket képviselünk, és ne úgy gondoljon ránk, mint egy szükséges rosszra, akivel neki valamilyen módon foglalkoznia kell, hiszen ugye nyelvileg, kulturálisan külön feladatot jelentünk a városnak. Haladok a vége felé. Tehát akkor miként kell értelmeznünk ezeket a fesztiválokat? Micsoda? Prioritás? Versengés? Önmegmutatás? Saját értékeinknek a számbavétele? Hát itt elég sok minden van. A nagyobb, legszomorúbb példa az Brassó. Brassóban a református egyház a 90-es évek végén, 1998-ban talán, elindította az kisméretű brassói fesztivált egy ilyen épülethez, egyházi épülethez kötöttem. Egy hétvégén különböző műsorokat mutattak be, és jól érezték magukat. Eltelt közben 10 év, és a politika felébredt, hogy a fesztivál az ideológilag kiaknázható, és választások előtt az Erdélyi Magyar Néppárt megtartotta a brassói magyar fesztivált, anélkül, hogy figyelembe vette volna, hogy már van egy másik, hát próbáljuk azt beépíteni, próbáljunk vele kapcsolatot, hát mi van az, hogy egy városban vagyunk, és nem kommunikálunk. Az Erdélyi Magyar Néppárt megtartotta a brassói magyarnak. Felébredt az RMDS, amely ugye az erdélyi magyarságnak a legerősebb politikai szervezete, és hogy be tudjon lépni a piacra, levédette a bukaresti védelmi hivatalnál a Magyar Fesztivál nevet, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt le tudja megszervezni a sajátját, és ők szerveztek egy magyar napot. Na, ezek után gondoljuk el azt a brassói magyarságot, hogy mi is van körülöttem? Mi történik? Hát ezek engem szolgálnak? Én a polgár vagyok a cél, vagy ők játszadoznak itt valamilyen politikai játékot,
amit az égvilágon senki se szeret, és nem erről szól a történet. Akkor több versengő fesztivál még egy helyen van, de ez nem egy kényelmetlen dolog. Nagyváradon a harmadik nagy fesztivál, az a Nagyváradi volt. 92-ben az RMDS elindította a Varadinum napokat, és ma is sok ember, 20-25 ezer ember a Varadinum napokon megfordul. Hát létrejött a másik politikai pólus, az Erdély Magyar Néppárt, erre gyorsan megszervezték a Szent László napokat. Na, ott is előfordul 20 ezer ember, tehát egymást nem ölik meg, sőt úgy néz ki, hogy amután a Szent László napokat elindultak, a Varadinumot újra gondolták a fiúk, mert azt gondolták, hogy azért kicsit jobban kellene teljesíteni, mint eddig. A versengés kategóriája. Miután Kolozsváron 2010-ben megszervezték az első kolozsvári magyar napokat, a polgármester hivatal rájött arra, hogy hát nem tiltani kell ezt a dolgot, hanem lemásolni. Két év múlva megszervezték a kolozsvári napokat, a román fesztivált, de a magyar fesztiválnak a hatására. És akkor az ilyen példából az utolsó Marosvásárhely. Hát ugye Marosvásárhely az erdélyi magyarság nagy gondja, bánata, hiszen az utolsó 10 év során veszítettük el a várost, demográfiailag és politikailag is. Ma már a magyarság 46%-ot képvisel, miközben 90-ben 53% volt a magyarság aránya, és akkor magyar polgármesterünk volt, ma pedig 10 éve, nem 10, hanem Flóreab 16 éve polgármester, tehát 16 éve nem tudunk magyar polgármestert állítani, mert a politikusaink botladoznak, jobb lábukkal rúgják le a balt. Na, Marosvásárhelyén mit csinál ez a Flóreab polgármester? Kiűzi a fesztivált, aki ismeri Vásárhelyt, a Marospartra. Tehát Marosvásárhely központjából, ahol Bernádi felépített egy csodálatos környezetet, ő volt a város legnagyobb polgármestere a történelem folyamán, na, az nem engedi be a főtérre a fesztivál. Tehát a fesztiválok nagyon komoly politikai játékok részévé tudnak válni. Akkor befejezésképpen még annyit, hogy akkor azt is mondhatnánk, hogy végül is minek beszélünk fesztivál mozgalomról, hiszen már tudjuk azt, hogy van körülbelül 1000, minden megvan, mindenünk megvan. Na, nem így van, és ez az utolsó gondolatom. Sepsen-György polgármestere, Antal Árpád, egy okos, jóérzékű, racionális szociológus, akiről nem az a fontos, hogy RMDS-es vagy nem, hanem az, hogy egy normális ember. Antal Árpád, ott van a legrégebbi magyar fesztiválunk, a Szent-György napok, és azt mondja, hogy ez már elment mulatozásba. Itt több a sör, meg a kaja, meg a minden, mint minden más. És létrehozta Szent-Györgynek a művészeti fesztiválját, szintén a polgármester hivatal. Tehát igenis, a folyamat lehet önkorrekciós, amikor rájövünk arra, hogy ezek a dolgok, amikor a közösséget kell építeni, a közösséget kell szolgálni, ezek végül is ha okos emberek, racionális emberek a vezetői székekbe, elvezetnek oda, hogy önmagunkat újraértékeljük, átgondoljuk, és legyen egy dolog. Azt mondtam, hogy az utolsó, hát még csak leteszem a papírt, de nem az utolsó, hanem akkor több elemzés van a könyvnek. Ez elején van egy 30 oldalas tanulmány, amelyben ezeket a dolgokat nyilván, hogy sokkal bővebben kifejtem. Az az érdekes, hogy a civilek által szervezett fesztivál meghaladja az önkormányzatok által szervezett fesztiválok számát. Tehát itt van az, hogy mi civilek mennyire fontos szerepet játszhatunk, és szerintem játszunk is a közösségépítésben, amiről beszélünk. Ennyi szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen!